Egy okalmosolygós hölgy fehér kajakban, fehér pólóban közelít a parthoz faddomboriban. Örömevezés tulajdonképpen a mi kedvünkért, Pup Noémitől, Tolna megye első síkvízi U23-as világbajnokától, aki a király kategóriában K1 500 méteren lett a legjobb a világon, U23-ban, vagyis a juniorok között. És azzal, hogy 1000 méteren, szintén egyesben, csak minimális különbséggel vesztett és lett világbajnoki ezüstérmes, mindezek mellett még tagja volt a szintén világbajnoki ezüstérmes 4-es hajónak 500 méteren, vagyis ezek után okkal tartják a 21 éves paksi versenyzőt a magyar női kajakozás világsikereinek egyik lehetséges továbbvívőjét az elkövetkezendő években. A romániai Pitestiben megtette már az első lépéseket a 2 éve fővárosban edző paksi kajakos. A király kategóriában K1 500-on elért VB elsőségéről kérdeztük először. Jól sikerült a rajtom is, úgy érzem. Az elején elhúzott egy kicsit a lengyel lány, de szerencsére nem nagyon ijedtem meg, és nem kapkodtam el a táv közepét, és éreztem azt, hogy 250-nél már jövök fel rá, és 200-nál indítottam, és akkor már látható is volt a sebességbeli különbség, és onnantól meg már próbáltam növelni, meg hát kitartani az erőmmel a végére. A nemzetközi szinten is kiemelkedő gyorsasági állóképessége, robbanékonysága már ezt megelőzően 1000 méter egyesben is megmutatkozott Pup Noéminek. Csupán 300-addal, egész pontosan 33 000-del érkezett lassabban a célba az U23-as világbajnoknál. Egy német lánytól kaptam ki, aki csak erre a számra készült, tehát ő megtudta, hogy ő kiutazik ide, és csak az 1001-esre készül, én főleg ugye az 501-esre fókuszáltam. Ő csak erre készül, az már eleve egy nagy fegyvertény, én meg ugye főként az 500-ra készültem. Én elégedett vagyok azzal is. Utána egy hamar elengedtem, hogy második lettem, meg 33 000, most már kicsit bosszant. Most ha belegondolok, hogy két erősebb húzást találok valahol, akkor az meg is lehetett volna, de csalódottság nincs bennem. Miért is lenne, hiszen az idő neki dolgozik. Ott van a jelen csillagai, Kozák Danuta, Medvecki Erika, Csipes Tamara, Kárász Anna, Fazekas Zúr Krisztina mögött közvetlenül a paksi kajakos. Noha még 2 éve van, az U23-at már most kinőtte. Van helyem, meg már meg is mutattam magam, úgy érzem a felnőtt mezőnyben, úgyhogy remélem, hogy ez majd jól fog kisülni. Szeretnék inkább a felnőttre koncentrálni, mint az U23-ra. Nyilván jövőre olimpia, mindenki arra készül, én is arra készülök, de azért azt még el kell fogadni, hogy ez az olimpia még lehet, hogy nem rólam fog szólni. De szeretném, hogyha utána szépen lassan már beérnék a felnőtt mezőnybe. Mondjuk még 2 éven van így is az 23-asok között, úgyhogy ha nem jön össze a felnőtt, akkor még marad egy kis támasz. Egy abszolút sportcsaládról van szó Pupék esetében. Igen, aki nem tudná, annak eláruljuk, hogy a női cselgáncsos kiválóság a világversenyeken szintén már többször érmes Pup Réka testvére, egész pontosan nővére Noéminek.